10 000 van benne, azt megöl. Nagyon vigyázzon. Még azért ez elég jó. Egyszer jó lenne elmenni Ákos koncertre. Érdekes. Nem gondolkodtál még ezen? Olvastam az interneten, vatt a közönség. Mi abba azt használunk. Szegény emberek úgy, mint Észak-Koreában be vannak terelve, tudod? És egy kis papírzászlókkal kell nekik integetni. Ilyen műlelkesedéseket. Ezek a nagy kerek fények. Ezek micsodák? A lézernek a vége? Vagy valami speciális? Ez itt a lézer vége, ahogy az, a függönyön az megáll. Az. Igen, az előbb a vetített anyaga. Az nem, azok hátul ezek a nagy lámpák. Aha. Vagy az valami vetítés? De a mozgó fények, hát mi lehet az? Na, tessék! Drága magyar fiatalok, itt egy újabb DVD kiadvány, ezúttal a 2019-es dupla Arena Bullying lenyomata. Ilyenkor mindig szinte kötelezően elmondja az ember, hogy eddigi életünk legfontosabb buliát rögzítettük. Talán még soha nem volt ennyire igaz, mint most. És azt is elmondhatom, hogy azért választottuk ezt a személyesebb formáját ennek a kis DVD bemutatónak, legalábbis a korábbiaknál a személyesebbet, mert ebben a pandémiával terhelt évben egy kicsit kevesebbet tudunk, vagy sokkal kevesebbet tudunk találkozni, hiszen 20 nagyszabású koncertünket kellett lemondjuk ebben az idényben, vagy áthelyezni egy másik időszakra, és csak reménykedünk abban, hogy közvetett vagy közvetlen formában találkozhatunk veletek, a közönségünkkel. Nekünk is nagyon hiányzik ez a fajta találkozás. Ezért csinálunk majd idén is, most már hagyományosnak mondható módon ebből a koncertfilmből nyilvános mozivetítéseket is bemutató kapcsán mindenképpen. Kezdjük mindjárt a címadó dallal, az Idősziget-tel. Itt elmondom, hogy nem tudok ilyen lassítva ugrani, ez az utómunkában került a felvételre, ez adja meg a sajátos stílusát ennek a filmnek, ezek a lassítások és gyorsítások. Ezek egyébként többeket feszültséggel töltenek el, nem baj, nekünk ez tetszik. Most pedig jöjjön az Égni és szeretni, az egyik kedvenc dalunk, zenekari kedvenc az albumról. Nem egy tipikus slágernóta, de nagyon szeretjük játszani, és úgy tűnt, hogy a közönség is szereti. Nyilván nem emelhetjük ki az összes dalt a felvételből, de az újra kezdhetnénk talán azért érdemli meg ezt a kiemelést, mert egyrészt fantasztikus látványvilágot kapott erre a koncertre, valamint egy kicsit új hangszerelést, sajátos új szerepbe került a zongora és a gitár ebben a dalban. Az eredetiében ugyanis nem szerepeltek ilyen hangszerek. Újra kezdhetnénk, tudod, újra kezdhetnénk. Dúdolni halkan, édes Tova, 26 éve játsszuk ezt a dalt.
ebben a formában, ilyen látványvilággal még soha nem volt korábban látható, ugyanis ez a lézertechnika, amit itt használunk, ez tulajdonképpen világpremier, ez soha korábban más produkció nem használta. Azt hiszem, hogy megadta az alaplátványt, vagy ha ez így képzavar, akkor az alaphangot az egész előadásnak. Érzem, hogy sírni volna most jó, reszket a föld, ha hozzám ér. Egy-egy békés gondolat, amit nekem küldesz el, amiben magad is benne vagy, benne vagy, benne vagy. Többet nem tudok, csak neked dúdolni akar. Néznek a csillagok, bennem most is béke van. Csak neked dúdolni akar. Néznek a csillagok, bennem most is béke van. Hát kérem szépen, amikor azt mondjuk, hogy átfogó jellegű koncerteket adunk, akkor ez nem csalás, nem ámítás. Itt például pályám elejéről, a Bonanza első lemezéről is játszunk egy dalt. Tisztán emlékszem, hogy ennek a szerzeménynek az alapjait 1986 vagy 87 során a Garasi Rudolf Ávós keretlegiről elnevezett első lépcsős szombathelyi laktanyában pöntyögtettem először a nylon húros bolgár gyártmányú Orpheus típusú gitáromon. Ez tehát a tánc. Csak most másképp szól, mint akkor. Aztán Isten veled, ha lecsukod a szemed, elsüllyedhet már a világ, a világ. Mindig az erotika, mindig a politika, mindig az a rengeteg gond. Legyen kicsit vége, kikapcsolhatsz végre. Bárki bármit is mond, bármit is mond még. Újjon le a testekről, minden kártás, minden lánc. Ne áruljunk Petrezselynek, kezdődjön a. Újjon le a testekről, minden kártás, minden lánc. Ne áruljunk Petrezselynek, kezdődjön a. Most jön a láss bennem más, tehát ez is 26 éves nóta, azóta játsszuk. Ez egy hibrid hangszerelés, ami hát egy kicsit élesebbé és nyersebbé és maibbá tett ezt a szerzeményt. Érdemes megfigyelni, hogy a nagy kivetítőkön a régi klipnek a képe megy. Veszélyes játék, néz rám, és most láss bennem más. Mit még eddig láttál? Egész jó kis koncert volt ez. A Hello az elmaradhatatlan. Hello itt is egy olyan hangszerelésben, ami egyesíti az Ákos 50 koncerten játszott verzió erényeit az eredetivel. Ez is egy nagyon izgalmas keveréke a régi felfogásban játszott hangszerelésnek és valami egészen újnak. Csak egy távoli bolygón jártam lehúnyt szemekkel. Kinyílt lassan a szem, most is rád ragyog. Könnyezked bennemet, látom, hogy vak vagyok. Én szóra váltanám a gondolatok, de félek, hogy nem érdekel. Sajnos nem állnak össze a mondatok. Én nem ide jöttem, nem ezt akartam. Reményt kaptam csak az útra. Én az örök átutazó, az, hogy minden bűnök megbocsátható. A Keresem az utamat azért válogattam bele ebbe a kis szelekcióba, mert egészen fantasztikus, amit itt a
látványtechnikusok műveltek. Egy elképesztő ötlet, hogy körénk épül fel a dal elején egy szerkezet. Maga a hangszerelés pedig a Katona imája időszakhoz nyúl vissza, tehát csak nem 10 évvel ezelőtti ötleteket frissítettünk fel, és tettünk maivá erre az előadásra. A napot, az órát sem tudom, csak várom, hogy üzent, hogy vársz. Most nem mondom bátran, okosan a szót, a falon át hallom csak a rádiót. Ha erre jársz, engem itt találsz. Ezer meg ezer éve keresem az utam, néha keresem a bajt, és keresem azt, aki engem akart, akinek engem küldött, én nekem szánt az én. Hát, hogy ez a DVD egy nagyon fontos koncerteseményt rögzít, ezt apaként is megerősíthetem. A következő, a Tengermoraj, volt az a dal, amelyikben Anna lányom életében először színpadra lépett, és mindjárt ilyen hatalmas, és igazán hozzá pozitívan viszonyuló közönség előtt, ez mondjuk így szerzőként, muzsikusként és apaként is nagyon szíven ütött, és óriási élmény volt számomra. Ez tehát a Tengermoraj, Anna lányom bemutatkozása. A sorba, és húzz szépen meg magad. Partra vágyó hullám, eloszlik, mint a hab. Egy szabad pillanatban, vad sziklák alatt. Tengermoraj, dúdolja álmodat, hogy szerelmet vártál, halálosod. A látszatcsal a dal elején nagyjából 130-as pulzussal ültem ott a színpadon, és nagyon izgultam Annáért. És úgy izgultam, hogy nem tudtam, hogy mi történik valójában a színfalak mögött. A színfalak mögött az történt az első előadáson, a péntekén, hogy Anna úgy döntött, beöltözve, sminkben, felkészülve, sok-sok próba után, a színpadra lépés előtti másodpercben, hogy ő mégsem fog fellépni a színpadra, és akkor az édesanyja ott állt mögötte, és megcsókoltott, erre egy lányom is fölnökte a színpadra. És mire az elhiszemhez értünk, addigra már ő is érezte, hogy ez talán így jó döntés volt. Az angyal elébe térdepelt, és súgta e szent igéket, a világot senki sem mentheti meg. Szintén érdekesnek tartom, hogy a nagy képernyőn egy korábban forgatott kis klippes verzió képei futnak, amelyek szinkronban vannak az élő énekkel. A bűnöket, a titkokat, az örömöt és az álmot. Kapukat tár, ország vára, a szívedet te is kitál. Az sem mellékes számomra, hogy egy lényegében vadonatúj dalnak a szövegét nem sokkal, néhány héttel a megjelenés után már kívülről fújja a közönség. Sőt, olyan élményem is volt már, hogy a kiadvány megjelenésük a napján, amikor az akváriumban koncerteztünk, már aznap este kívülről fújtak egyes dalokat egyes emberek. Azt hiszem, hogy a legutóbbi munkáink közül a legtöbb figyelmet a most következő szerzemény kapta, az a cím, hogy Felemel, az apasság és a fiúság vagy a gyermekség élményéről szól. Nekem nagyon sokat jelent ez a dal, és a nézettségi adatokból, személyes visszajelzésekből is azt olvasom ki, hogy másoknak is nagyon sokat jelent. Nagyon jó érzés volt ezt ilyen nagy közönség előtt énekelni. Ha látod, mi vétesz,
szemmel láthatólag Anna lányom szívéről nagy teher gördült le, amikor befejeztük ezt a dalt, és nagyot sóhajtott, megkönnyebbülten. Én is el szeretném mondani, hogy fantasztikus volt számomra, nagy élmény volt vele együtt színpadra lépni. Örülök annak is, hogy ő is nagyon élvezte, arról nem beszélve, hogy a testvérei mind szívből gratuláltak neki, és a köztük meglevő természetes versengésnek nyoma se volt, és hát könnyeztek a meghatottságtól, és drukkoltak az Annának. Ezt utólag elmesélték, ezt nagyon jó volt ezt is hallani tőlük, hogy így szeretik egymást. Most pedig jön a Nem kell más vigasz, ami talán mondhatom, hogy óriási siker, nagyon örülünk annak, hogy ilyen sokan rezonáltak erre a dalra. Ugye szoktam mondani, hogy mi világsztárok vagyunk, legalábbis Magyarország belterületén, illetve a magyar lakta területeken, azokon az elszakított részeken, ahol értik a magyar szót. Én azt hiszem, hogy aki olyan sikert megél, mint mi a Nem kell más vigasz kapcsán, az nem vágyakozik már külön is sikerekre. Köszönjük! Tombolhat a nyár, akár, vagy beleghet a tél, mióta belém kötöztél. Nekem mindegy már, hogy erről fúj a szél. Kegyetlen az ősz, legyősz, de robban a tavasz. És ha mellettem maradsz, tudom, hogy ránk mi vár, és nem kell más mi vasz. Egy újabb személyes kedvencem az Idősziget albumról, a Néma Fohász. Azt hiszem, hogy olyan kis külön sziget ezen a lemezen, amit azok szeretnek, akik a nem a legnépszerűbb dalokra szoktak rezonálni. Mi most is nagyon szeretjük játszani, és a szűkített repertoárba is berakjuk mindig, és talán, ha Jóisten megsegít, meg hosszú éveken keresztül tudjuk játszani. Fohászkodjunk együtt! Ha az út a végére elér, add, hogy ott és te legyél, ahol nem számít az érdem. Ha a szenvedést rosszul viselem, inkább vedd el az eszem, csak ne érjen szégyen. Mert kertedben vágyik, mint aki él, és mindenki kér, szebb világra, amiről úgy tudja, neki is jár. De a csendre csak is a csendből áll a szó. Hadd néma a fohász, hadd néma a fohász. A Néma Fohászban Madi szólója kapcsán jutott eszembe az a gondolat, hogy valahol olvastam, egy nálam sokkal okosabb ember írta, hogy az ember egész élete során csak tanul élni, és mire megtanulja, hogy hogy kell, addig éppen meghal. Mi is hasonló állapotban vagyunk, hogy tulajdonképpen egész kamaszkorunk óta valami olyasmit szerettünk volna csinálni, amit most csinálunk. Most értünk el arra, 31 néhány év zenélés után arra a szintre, ahol azt a muzsikát játsszuk, ami viszonylagosan jó hatékonysággal, ami megszólal a szívünkben. Ezt jutalomnak élem meg, hogy egyrészt olyan emberekkel vagyok együtt, akikkel jó együtt lenni akkor is, amikor nem zenélünk. Természetesen az elsődleges dolgunk az, hogy próbáljunk és hogy előadásaink legyenek, de most például próbálunk ugye az akváriumi bemutatóra, az Akvárium Klubban a kis DVD premieresnek a koncertjére, és hihetetlen jó együtt lenni. Szerint látom. Mi? Hát úgyis egy könnyű búvár. Még le is lassítottad. Bocs, ne haragudj. Hát ezt beszéltük meg, de gyorsítok akarod. Nem. Hát majd egymásra nézzünk, aztán látod, hogyha már el akarok ájulni, hogy a defibrillátort le kell kötni a falról. Jó. Hosszú az a hang. Néma a fohár. Megkérjük a Corey Taylort. És meg kell, hogy mondjam, hogy a zene mindig nagyon jó emberekkel hozott össze, és nagyon hálás vagyok a zenésztársaimnak, akik nélkül biztos, hogy nem lennék itt.
Úgyhogy köszönöm. És most jöjjön az agy hitet. Szeretnénk hitet adni egymásnak. Ez egy olyan átirat, amelyet kifejezetten erre a koncertre készítettünk, és nagyon nagy izgalommal vártuk ezt a verziót, mert nagy mumusa volt mindenkinek a próbán. Ugye, mert teljesen új felfogásban játszuk az összes korábban játszott verziós képest. És ebbe a dalba énekelni kell majd legközelebb, ha újra találkozunk mindenkinek. Ilyen szépen, hogy... Beszélj, beszélj, beszélj hozzám! Mondd újra el! És adj hitet! Adj hitet, és elhiszem neked! Mennyien vannak? Megőrülök! Hát a majom, ugye? A majom. A majmot csak azért válogattuk be ebbe a kis szelekcióba, hogy megmutassuk, milyen az, amikor a koncert vége felé már bedobjuk a lovak közé a gyeplőt. Kérem szépen, amikor ezt kitaláltuk, akkor ez még jó ötletnek tűnt, hogy a régi Bonanza dalt átfúrt, áthegesztett verzióban játsszuk el, és ahol a szövegben az van, hogy égszakadás, hangrobbanás, ott történt egy hangrobbanás a teremben. Ez meg is történt. Na most ennek az a következménye, kicsit úgy vagyunk, mint ha Doberdónál légnyomást kaptunk volna, hogy itt a próbateremben is, amikor játsszuk ezt a dalt, annál a résznél, hogy égszakadás, hangrobbanás, a Kálló Peti rám néz és így csinál, mert még mindig emlékszik arra a megrázkodtatásra, amit ez a kis hangrobbanás okozott. Hát akkor nézzük meg, hogy hogy is történt ez. Égszakadás, hangrobbanás, itt van a jövő, nincs több dobás, szörnyű tudni, hogy itt a vége. Üzenetünket írjuk az égre, nem lesz itt már ember régen, mégis megjelöl mindent a szégyen. És ha eljön néhány idegen, a föld csak hallgat, ha gyermedsz hidegen, ne kérdezz, kedves, nincs már... Igen, tehát itt nem gondolnánk, hogy fájós derekú ötvenesek vannak többnyire a színpadon. Itt mindenki úgy ugrál, mint hogyha élvezné. De lehet, hogy azért, mert élvezzük. Nincs már mi, akit keresne élve, nem lakik itt, mert kihalt minden. Zene se szól, nincs létolet, nincs rock'n'roll. Lekérdez, kedves, nincs már mi, akit keresne élve, nem lakik itt, mert kihalt minden. Zene se szól, nincs létolet, nincs rock'n'roll. Csend leszek, hát erről a darról nem mondok akkor semmit, de annyit elmondok róla, hogy ezt szorgalmi feladatként, utolsó utáni dalként raktam össze az Idősziget lemezre, és a szintizenét kedvelőktől erre kaptuk a legtöbb pozitív visszajelzést. Ez lesz az őszi időszak kiemelt szerzeménye, hogyha a rádiók is úgy gondolják, hát akkor hallgassunk be. Se kép, se név, se szó, se szám, csak egy űrbe küldött dallam. Emlékeztek rám, hogy egyszer itt éltem és haltam, csak halkan. Még szól a dal, most még nem lehet, még zeng a hang, bennem a húr remet. Kimondom még egyszer a szent nevet, aztán már örökre csend. Még szól a dal, most még nem lehet, még zeng a hang bennem a húrra.
és ki gondolná, hogy most már a Csend leszek óta a ráadás anyagában járunk, ezt leginkább a ruhákról lehet észrevenni, meg ha egy kicsit izzadtabb a homlokunk, akkor arról. Ezen a koncerten sokfajta stílust felvillantottunk, a punktól a chaos rockon át a bluesig és a szinti zenéig. Itt most egy funky darabot hallhatunk, Minden, ami szép volt címmel. Alacsony alkonyat hűti le, magas lázamat a nap még felragyog, de fagyot hoznak a hajnalok. De félni azt nem szabad, amíg csak élsz, a télre várni kell. A térre várni kell, hogy hova vegyen el, és ne ébresszen fel. Örök álmunkból, örök álmunkból. Ismer fel, a dal címe magáért beszél, itt is érdemes megfigyelni a látványt, mert egészen fantasztikus. Ugye a 21 évvel ezelőtti klip anyaga szinkronban fut az élő előadással. A város a szemedben nevet, az ég alatt nincsen ma helyen. Egyedül én tudom a nevet, ma találkoznunk kell. Ismerd fel, a város a szemedben nevet, az ég alatt nincsen ma helyed. Most egyedül én tudom a nevet, ma találkoznunk kell. Ismerd fel! Egyre aktuálisabb dal a 101-es szoba, amellyel zártuk a műsorunkat. Álmom a Facebook tulajdona. A hatalom célja, a hatalom maga, mindenkinek más rejt a 101-es szoba. Hiba vagy a mintán egy selejtes darab, hát hiába kitűnt, hogy javítsd meg magad. Azt mondtam, találkozunk még, ott, ahol nincsen sötétség, zúr a fény. Hogy néz ki? Koncertezni akarok! Egy dupla aréna koncertet illő dupla kiadvánnyal ünnepelni a DVD-nk tokjában. Gyönyörű papírtok, rengeteg képpel, kis füzettel illusztrálva. Két korong lapul, a második korongon vannak az extrák, az összes videoklip, amely az Idősziget című legfrissebb albumunk dalaihoz készült. Az élet sem a se hibátlan, jól tudják nyugaton, és érzik keleten, otthon ott vagy a világban, ahova visszahúz a szerelem, és tombolhat a nyár, akár, vagy beledett a tél, mióta belém költöztél. Elhiszem, te
nincs nekem. Valamint rengeteg verkfilm a 2018-as, 19-es koncert idényből. Megoldott a jelvét a tárlók is avankás. Mit akarás, azt a téni szokta hoztálni, jó, köszönöm, akkor vége. De merre gondolod? Jó, megvagyunk. Még itt van ez, még az az. Jó, és a gémes kutik ezt meg kéne csinálni, köszönöm. Jó, és annyi lenne, hogy én megcsinálom odafelé. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Ez egy fantasztikus, sok munkát sűrítő kiadvány. Remélem, hogy sokak tetszését elnyeri. Sziasztok!